nem beszélsz? Ez jó. Már megy. De jó. Akkor elindultak, akkor kezdjük. Jó. Szóval teljesítjük kívánságod, nyereményjátékunk eredmény hirdetése következik. Rengetegen írták meg kívánságaikat, javában bűvész kelléteket. Ezeken a papírokon pedig mind ilyen jellegű kívánságok vannak. Mi pedig, miután ezeket Botond lehelyezte az asztalra, választunk teljesen véletlenszerűen egyetlen egy lapot ezek közül, a lapok közül, majd a lapokon lévő kívánságok közül egyetlen egyet, szóval csupa izgalom, valakinek óriási örömet fogunk okozni. Egy lapot Botond kiválasztott, azon a lapon egy csomó kívánság van, legalább 10. Igen, ezt én most meg is fogom, és a további sorsolást. Van egy pár, vagy legyen az, hogy mondjuk fogom a csomagkártyát, csupa-csupa különböző lap van benne, igen. Közben egy bolttal kapcsolatos észrevétel, minden nagyon szuper. Hát igen. No, nézzük. És a következő elemeljük, és itt van a kártya, kincső segítesz nekünk, gyere légy szíves közelebb. Így van. Emeld fel a kártyát, ha elemeltem a csomagot, mutasd fel, és amennyi ennek a kártyának az értéke, az annyi adik sorszámú, tehát ez egy káró 6-os, úgyhogy a 6. sorszámú versenyző 1-2-3-4. Kikeresik a kollégát, megkérdezem, kicsi, hogy jössz a Joshua J. szemináriumra, ami június 3-án. Ott, hogy igen. Igen, azt mondta, igen, hallottuk. Tehát mutatjuk itt közben, hogy az 1-2-3-4-5-6. Versenyző Felix.Rossignol néven regisztrált, vagy azzal az e-mail címmel írt be, és ami pedig a nyereménye, vagyis hát a kívánság, amit teljesítünk, az két kártyacsomag, ha jól látom. Az egyik a Bicycle Venom deck, a másik pedig a Bicycle Gods of Mythology. Hihetetlen. Szóval ezt a két kívánságot fogjuk ezek szerint teljesíteni a továbbiakban. Mit lehet ehhez még hozzáfűzni? Az, hogy lesz Joshua J. szeminárium június 3-án Budapesten, gyert! Így van, és még nézzünk rá a hitelesítő bizottságunkra. A sorsolási bizottság. Igen, neves bűvészek közreműködtek. Tóth Laca is a sorsolás során. Így bizony. Úgyhogy teljesítettük a kívánságot, ezzel pedig zárul a kívánság kosár.